Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok megjavítani ezt a fajta Electrolux mosógépet, hogyha az a baja, hogy nem kapcsol be, ugye be van dugva a konnektorba, és hiába nyomjuk a gombot, nem kapcsol be. Ugye ez egy eléggé gyakori mosógép probléma, az egyik ellenállást. Még nem tudom, ezen a gépen nem csináltam, nem jutottam még ezt a problémát, de most mindjárt majd kiderül, hogy mit kell kicserélni, vagy egy kondenzátort, vagy a ellenállást, meg egy IC-t, vagy mind a hármat összesen együtt. Úgyhogy elég sok ilyen Electrolux mosógép van, és úgy néz ki, hogy most akkor elkezdtek ezek is ezzel a problémával küzdködni. Hát le kell szedni a tetejét, ugye hátul van két csavar, ott egy, meg ott egy, és akkor így hátrafelé meg kell húzni, és akkor így eljön a teteje. És ugye ennél az Electroluxnál három panel van, három ilyen igen, panel. Egy ott elől, az a vezérlő, az általában azzal nem szokott probléma lenni. És itt van a fő panel, ez itt lesz benne a probléma, meg alul van egy panel a motornál, az meg a motorvezérlő probléma. De most mi, ahogy nem kapcsol be, olyan, mintha nincs is, nem lenne áram a mosógépbe, és ez azt jelenti, hogy ezzel a panellal lesz probléma. Ugye itt van két csavar, ezt a két csavart le kell szedni, ki kell szedni, és akkor össze kell jelölni a csatlakozókat, és utána lehúzni a csatlakozókat. Jelöljük össze mindenképp, hogy tudjuk, hogy hol voltak, mert össze lehet keverni. Úgyhogy én ezt most megcsinálom, és utána visszajövök. Na hát nem egyszerű kiszedni a panelt, az alaplapot a műanyag házból, meg a vezetékekből kiszabadítani, meg kicsi a hely, de azért sikerült, biztos nektek is fog sikerülni, és tulajdonképpen már látom is, hogy hol van a probléma, próbálom úgy tartani, hogy ti is lássátok. Ugye itt van ez a, talán lerakom valahova, és akkor egyszerűbb lesz. Nagyon süt a nap. Itt van ez az ellenállás. Ha egyszer ráfókuszál, akkor lehet látni, hogy ott alul van egy égés folt. És ki is mértem, ez az ellenállás, ez szakadt. Úgyhogy ezt az ellenállást mindenképp ki kell cserélni. De amúgy ez az IC, általában, hogyha ez az ellenállás tönkre megy, akkor ezt az IC-t is ki kell cserélni. Ezt az IC-t, ez egy ilyen hétlábú IC. Ezt mindenképp ki kell cserélni, és ha már itt vagyok, én ezt a kondit is ki szoktam cserélni. Ez kicsit laza is különben. Lehet, hogy azért ment ez tönkre. Ez az egész. Ez pedig egy szerintem 10 mikrofarádos. Nem, 220 mikrofarád, azt hiszem. Nem, 22 mikrofarádos kondi. Ezt is a javaslom kicsőnél, ez 400 volt, 22 mikrofarad, meg ez az IC. Mindjárt keresek alkatrészeket hozzá, és akkor kicserélem. De ez biztos, ez az ellenállás, ez tudja, hogy oda van, de mondom, ilyenkor az ellenállás, ha ez az ellenállás tönkre megy, akkor általában az IC tönkre megy, meg ez a kondis, úgyhogy ezt a hármat javaslom kicserélni. Mindjárt keresek alkatrészeket, és akkor visszajövök. Oké, hát kondit nem találtam, de amúgy kimértem a kondenzátort, ezt a kondit, és ez oda van. Ezt mindenki ki kell cserélni, de én kicserélem ezt az IC-t is. Úgyhogy én úgy szoktam kicserélni ezt az IC-t itt ennél az Electroluxnál általában, mivel ez az IC, ez nem megy át a másik oldalra, a panel másik oldalára. Tehát nem úgy van, hogy átjönnek a lábai, és akkor itt van forrasztva, hanem ilyen felületi forrasztás van. És ebben az esetben szerintem a legegyszerűbb, amikor
egy éles késsel, mondjuk ez pont nem éles, de mindegy, egy éles késsel itt az IC tövébe levágjuk a lábait. Lábait az IC-nek, és akkor utána forrasztópákával el tudjuk piszkálni a panelen lévő ott maradt lábat, le tudjuk forrasztani. Ez a legegyszerűbb módja. Tehát így levágjuk. Levágjuk mind a két oldalt a lábakat. Így erősen rá kell nyomni, és akkor levágja a kés a lábát, és akkor utána forrasztópákával le lehet olvasztani a lábakat egyesével. Mindjárt megcsinálom, és akkor megmutatom. Oké, levágtam őket, és akkor elvileg ez most így eljön arra, vagy akár merre. Eljön, és akkor utána forrasztópákával most már le lehet olvasztani ezeket a lábakat egyesével. Leolvasztgatom őket, és utána visszajövök. Végső soron úgy döntöttem, hogy nem forrasztom ki mind a két oldalon az IC-nek a lábait, mert nagyon szűkös a hely azon a benti oldalon, és úgy gondoltam, hogy majd megpróbálom inkább a meglévő lábakhoz hozzáforrasztani az IC-nek azon az oldalon lévő lábait. A másik oldalon leszettem, és akkor majd ott az alaplapra forrasztok. Meg közben kiszedtem az ellenállást, meg a kondit. De amúgy nem volt ilyen alkatrészem, nem volt kondim, és körülbelül két hetet vártam, mire megjöjjön a kondi, de most itt van, meg IC-m is van, meg ellenállásom is van, és ez egy százommos ellenállás. Úgyhogy beforrasztgatom ezeket, és akkor utána visszajövök. Oké, tehát beforrozgattam a dolgokat. Megpróbálok rá fókuszálni az IC-re. Hát nem egyszerű, mert nagyon aprók a lábak, és közel van minden egymáshoz, úgyhogy ez így sikerült. Én gondolom, hogyha valaki nem járatos ebbe, akkor jobb elvinni inkább egy tévészerelőhöz az alaplapot, beszerezni hozzá az alkatrészeket, és tévészerelőhöz elvinni az alaplapot, vagy talán a tévészerelőnek könnyebben is be tudja szerezni, így csak meg kell mutatni neki, hogy mit kell kicserélni, és akkor pikpak kicseréli ezt a három dolgot, ugye az ellenállást, azt az IC-t, meg ezt a kondit. Ennyi. Most akkor bele kell rakni a műanyag házba, és össze kell kötni, vagyis rá kell csatlakoztatni a villamos csatlakozókat, és kipróbálni. Na, ezt megcsinálom, és utána visszajövök. Oké, benn is van. Ugye, mivel hogy összejelöltem filccel a csatlakozókat, ezért nagyon egyszerű volt, és a kábeleket is vissza tudtam normálisan rakni, ez egész jó sikerült. Na hát akkor dugjuk be. Jó. Oké. Nézzük. Bekapcs. Jep. És kész. Ezzel meg is van oldva a probléma. Úgyhogy ennyi. Hol vagyunk? Spain. Hát ennyi. Általában ezeket az alkatrészeket kell kicserélni minden gépnél. Most már úgy nézem, hogy ezeknél a gépeknél is, ezeknél az Electroluxoknál is elkezdett ez a probléma lenni. És ezt a három alkatrészt kicserélitek, akkor jó. Mondjátok, vigyétek el a tévészerelőhöz, és mondjátok el neki, hogy melyik három alkatrészt cserélje ki, és akkor nem lesz probléma, mert nem egyszerű ezeket kiforrasztani. Akinek nincs sok tapasztalat a forrasztással, az nem biztos, hogy meg tudja csinálni. És utána vissza kell rakni a gépbe az alaplapot, és utána jó lesz. Aztán el lehet felejteni a gépet.
Ennyi. Majd még jelentkezek, remélem valakinek hasznos lesz a videó, és köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!